Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mind ahogy ígértem, dr. Sásdi Antal, a Péterfi Kórház főigazgatója, a Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mint ismeretes, Oroszország hadserege megtámadta Ukrajnát, és nagyon sok menekült érkezett, és a menekültek közel laknak önhöz, hisz ott van a város egyik nagy szállodája, ahol elhelyezésre kerültek. Van-e átjárás a szálloda és a kórház között? Egyelőre a szálloda és a kórház között csekély az átjárás. Annál jelentősebb feladatot jelent a számunkra, hogy már a keleti pályaudvaron is március 12-től orvosi elsősegélypontot kellett üzemeltetnünk, és ez most a Bokk csarnokba üzemel. Péterfi kórház, a Délpesti kórház, Bajcsi kórház és a DPC lánykori nevén Szent István Szent László kórház orvosai adnak itt folyamatos 24 órás elsősegélynyújtási lehetőséget. Eléggé bután hangzik a kérdés, de milyen a forgalom ezeken a kihelyezett pontokon? Jelentős a forgalom, olyan napi 80 és 100 közötti elsősegélynyújtásra kerül sor. Ugye ebben főleg gyógyszer utánpótlás, gyógyszerfelírás, lázas állapotok kezelése. Szerencsére súlyosabb eset az elmúlt időszakban nem fordult elő. Többször foglalkoztunk Ukrajna átoltottságával, és ez itt a kérdés, hogy erre is odafigyelnek-e? Igen. Ugye oltási lehetőséget. Szlávik professzor úrral többször beszéltünk arról, hogy egész más a rendszer, ugyan a gyógyszerek, ugyanazok a gyógyszeresek, a hívesek esetében is, akik nagyon sok van Ukrajnába, és előre is hangosan újból mondani kell, hogy ez nem a homoszexualitás folytatása, hanem nagyon sok intravénás fertőzések, és hagyd ne soroljam tovább, tartsuk tiszteletbe őket. Ezeknek a gyógyszeres ellátása, illetve a kezelése, és nagyon sok gyermekbetegség ellen sincsenek beoltva. Hogy tudják ezt pótolni? Így van. Ugye elsősorban a felnőttek esetében a Honvéd Kórház látja el a kórházi ápolásra szoruló ukrajnai menekülteket. Gyerekek esetében mindezt a Heinpál Országos Gyógyintézet látja el, úgyhogy mi kevés ilyen beteggel találkozunk, de azért találkozunk. Ugye COVID ellátásunkban jó néhány ukrán menekült vett részt és került be a kórházba. Ez is mutatja, hogy bizony jelentősen alacsonyabb az átoltottság. Hívvel kapcsolatos problémával mi még nem találkoztunk, de hát ez amúgy is ezek a Szent László kórház feladata. Értem. Milyen az embereknek az egészségi, a fizikai állapota, és akkor most áttérünk a keleti pályaudvarra, a Bokkból. Ön fizikailag mégiscsak a 7. kerületben van, tehát a lakosság nagy része, akarjuk, nem akarjuk, önnél fog kikötni. A kerület korfája, hát azért igencsak túl van a 25-ön. Bizony. Mennyire képes a kerület ezt ellátni? Ugye képesek vagyunk. Ez sajnos nem újdonság, ez már legalább 3 évtizede így van, mióta én a kerületi betegellátásban veszek részt. Egyébként a ukrajnai menekülteknél is hasonló a helyzet. Az első segélyponton napközben elsősorban idősebb betegek jelentkeznek, éjszaka pedig érdekes módon döntően gyerekes szülők jelentkeznek a gyerekeikkel. Akkor nyugtalanok a gyerekek, amikor nyugovóra kéne, hogy térjenek. A kerületi ellátásban a kórház újjáépítése, helyrehozása, reparálása mennyiben zavarja a mindennapos munkát? Hát komoly fennakadást okoz.
Ugye egyrészt még mindig a Covid ellátásra igen jelentős ágyszámot kell biztosítanunk, szám szerint pillanatnyilag 155-öt, ez most remélhetőleg a következő napokban le fog csökkenni olyan 80 körüli ágyszámra, de ez azt jelenti, hogy ez két nagy osztálynak a teljes területe, és ezen kívül a kefes felújítások, tehát a központilag indított felújítások is még most is jelentős területet foglalnak le, de ennek igazából örülünk, hogy végre legalább belül megújul a kórház. Sajnos a külső rend behozatáláig még mindig. Hol tartunk az oltópontnál? Egy oltópontot is működtettek. Igen, jelenleg heti 300 beteg, illetve állampolgár regisztrálhat az oltópontunkon. Ennek körülbelül az egyharmada jelenik meg, tehát. Tehát regisztrálnak, de mégsem mennek el? Nem, ennyien regisztrálnak, tehát ugye most éppen a holnapi napon lesz oltás. A 300 helyre jelenleg olyan 40 körüli regisztráció. Mennyire vannak ellátva megfelelő oltásokkal? Abszolút, gyakorlatilag minden. Tehát ez egy közért a kliens kiválaszthatja, hogy miért szeretne? Igen, igen, természetesen a orvosi vélemény figyelembevételével és esetleges ajánlat figyelembevételével, de gyakorlatilag az ön kórházában ezen az oltóponton mennyire jön be, mennyire kezdik fölvenni a negyedik oltást, hisz az idősebb korosztálynak ez még mindig ajánlott. Igen, a dolgozóink jelentős része már a negyedik oltást is megkapta, és jelentős az érdeklődés a jelentkezők számához képest a negyedik oltás iránt is. És ez nem a reklám helye, de van Pfizer is, és a világon van minden. Van. Annyira van minden, hogy több készítmény menet közben lejár, és utána le kell selejtezni, tehát bőséges. Akkor innét is tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy gyorsan mindenki, aki ahol éppen tart, a második, harmadik vagy a negyediknél, jöjjön és vegye föl, még mielőtt lejárnának van, az oltások. Ezek az oltások, amik majdnem lejárnak, ezek is nem vesztették hitelüket a különböző fejlődésekkel? Nem. Gyakorlatilag az összes készítmény hatásos, ami rendelkezésre áll Magyarországon, beleértve a Sputnikot is. Más és más korosztály esetében más és más a javallata és az előnye vagy a hátránya, de mindenképpen gyakorlatilag az összesen jó tapasztalatunk. Lassan 10 perce beszélgetünk, és még egyetlen panaszt sem hallottam. Hogy állunk az egészségügyi létszámmal, orvosokkal, asszisztensekkel, kiegészítővel, és nem utolsó sorban a nővérekkel, meg az is nagyon fontos, hogy van egy takarító személyzet, aki a kórház dolgozója. Igen. Ugye kezdjük visszafelé. Takarító személyzet van. Nagyon nagy a fluktuáció a takarító személyzet. Ez azért van, mert ők vendégmunkások, vagy nincsenek megfizetve, vagy miért? Igazából az az oka, hogy a jelentkezők egy része néhány nap munka után nem jön többet, és akkor újabb jelentkezőket veszünk föl, de van azért egy törzsgárda, úgyhogy takarító fronton nincs komoly gondunk, gépesítve is vagyunk, tehát viszonylag a nagyobb területeket jól tudjuk takarítani, a kisebb területeken nem mondom, hogy meg vagyok elégedve a takarítás színvonalával, de gondolom, hogy a látogató még kevésbé. Ezek bérkérdések? Az emberek ott maradása, vagy nem ott maradása? Hát részint bérkérdés is. Ugye itt minimál béren foglalkoztatott dolgozókról van nem szó. Nem érné meg jobban a minimál bérnél többet adni, és a helyismeretük nagyobb lenne, és akkor talán maradnának is? Jó lenne. Ugye a törzsgárda tagok azért jellemzően a minimál bér fölött vannak, így tudjuk őket megtartani. De mondom, itt óriási a fluktuáció, és hát nem szeretnék rasszistának tűnni, hogy értettem. Mely réteg.
Jó. Ez a takarítottság a megelégedés szintjén van, amikor műtőkről és sterilhelyekről beszélünk? Igen, az a külön takarítógárdájuk van, fix takarítógárdájuk, és ott mindenképpen azt kell mondjam, hogy megfelelő a takarítottság. Tehát a fölösleges fertőzéseket sikerül elkerülni. Így van, nem is emlékszem, mikor volt az elmúlt 2 évben komolyabb műtői fertőzés. A betegekhez nővérek meg beteghordók is kellenek. Igen. Na, itt már kezd ejteni jobban igen, a helyzet. Hát ugye ez országszerte problémás terület. Volt egy körülbelül 10 éves szünet a nővérképzésben, mikor a középiskolai egészségügyi szakiskolai képzés megszűnt. És mikor ez helyreállt, azóta működik, de azt a hiányt nem tudja bepótolni. Tehát nagyjából úgy néz ki, hogy fiatalok vannak, nyugdíjhoz közeledő ápoló személyzetünk van, és a középgeneráció hiányzik. Mikorra lehet ezt pótolni, hisz egyre másra indulnak új tanfolyamok? Például az Egyházi Kórházak Szövetsége közös tanfolyamokat, szállást biztosító közös tanfolyamokat indít. Ugye mi is együttműködünk egyébként a Semmelweis Egyetemnek a főiskolai karával. Mi is részt veszünk a gyakorlati oktatásba, így tudunk bizonyos mértékig utánpótlásra szert tenni, de az a baj, hogy kicsit olyan, mint a pedagógusoknál, ha megnézzük, hogy évente hányan mennek nyugdíjba az országban az ápolás területéről, és hányan végeznek. Milyen lehetősége van önnek, mint a kórház igazgatójának a jókat megtartani, a fiatalokat és a jókat? Persze természetesen az idősebbek is, akik már nyugdíjba készülnek, azok is nagyon jók, de bent tartani a szakmába azért mégiscsak egy főiskolai végzettség. Így van. Hát ugye az utóbbi időben több lépcsőbe történt béremelés, azonban ugye ez a béremelés az ápolás területén távol van az orvosi béremeléstől, ami azért be kell valljuk, egy komoly feszültséget okoz minden kórházon belül, hogy ennyire megnyílt az olló az orvosi bérek és az ápolói bérek között. Ugye a lehetőségeink korlátozottak. De jól értem, a törvény értelmében az ápoló személyzet sem foglalhat el semmit. Így van, és hát ugye erre a Nemzeti Védelmi Szolgálat igen alaposan odafigyel, de hál' Istennek kórházunkban még ilyen eset nem fordult elő. Az orvosok bére rendezve lenne nekünk még 1 percünk, persze soha nincs elegendő. Talál-e ma már elegendő orvost ahhoz, hogy a kórház jól működjön? Az orvosi szakmák döntő többségében elegendő számú orvos rendelkezésre válogathatunk is. Ugye mi mindig figyeltünk az utánpótlásra, tehát rezidens helyeket mindig bőségesen hirdettünk. Azonban van 2-3 olyan szakma, ahol továbbra is nagyon nehéz a helyzet, ilyen az intenzív terápia, anesteziológia, ilyen a bőrgyógyászat, és általában ilyen a radiológia, de nálunk a radiológia kiszervezett, tehát az nem a mi gondunk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában nem más, mint a Péterfi Sándor utcai kórház, egy történelmi kórház igazgatója, dr. Sásdi Antal volt stúdiónk vendége. Visszavárjuk, és nálunk nyugodtan elmondhatja a problémáit, és vannak olyan nézőink, akik boldogan segítenek, önkénteskednek. Tényleg hol tartunk az önkéntességekkel a kórházban? A külföldön állandó önkéntes csapatok vannak. Vannak-e önnél is? Vannak jelentős számban, úgyhogy ugye most a szétválás után, tehát a traumatológia Fiumei út leválása után olyan 1400 a dolgozói létszámunk, és ebből körülbelül 100 fő az önkéntes segítő, úgy orvosi, mint ápolási területen. Bízunk benne, hogy egyre kevesebb szükségünk lesz, de ahogy a korfát nézzük, nem lehet önök nélkül élni. Tehát a Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója dr. Sásdi Antal volt a vendégünk, és a pontos idő 8 óra, ez annyit jelent, hogy következik a híradó, egy általam vélt objektív híradó.
Ha önöknek építő jellegű véleményük van, ne tartsák titokba, ragadjanak tasztatúrát, telefont, írjanak, telefonáljanak. Csak könyörgöm, nem éjfél után, mert akkor morcos leszek. Jön a híradó után jövünk, visszatartsanak velünk.